Köszönjük szépen, Pongrácz Ferenc vagyok az IBM-től, és igazából nagyon röviden fogok beszélni, mert majd a Mónika és az Innotek két ügyvezetője lesz, akik igazából az Innotek egy magyar innovatív szoftvercég, tehát ők fognak igazából beszélni. Én elég sokszor eljátszottam ezt, de most megint arra kérem elnézést, aki unja, hogy játsszuk ezt megint, mert itt ide is kapcsolódik, hogy mindenkit nagyon szeretettel kérnék, hogy legyen kedves álljon föl. És egy kísérletet fogunk végrehajtani, bocsánat attól, aki már unja ezt a dolgot. Jó, és akkor az lenne, hogy én háromig fogok számolni, és akkor háromra tapsolok. Jó, tehát egy, kettő, három. Köszönöm szépen, le lehet ülni. Jó, és ezzel ugye azt akartam demonstrálni, hogy az emberek, ugye, tehát mi történt? Én azt mondtam, hogy háromra tapsoljunk, én kettőre tapsoltam, és sokan kettőre tapsoltak. Tehát ugye ez azt mutatja, hogy az emberek arra figyelnek, amit csinálunk, és nem arra figyelnek, amit mondunk nekik. És igazából ezt szeretnénk most bemutatni itt majd a következőkben, hogy egy csomó érték van itt a városban arról, hogy mit tudunk Őszegről, ugye egy borzasztó értékes múlttal rendelkező város, de hogyha csak beszélünk róla, az nem olyan, mintha az emberek élményként ezt megélik, tehát hogyha csinálják egyrészt, másrészt meg, mintha csak beszélünk róla, hogy milyen jó lenne valamit csinálni ezzel a várossal, akkor az sokkal kevesebb, mint hogyha megmutatjuk, hogy mit lehet csinálni ezzel a várossal. Tehát az én álmom itt Kőszeggel kapcsolatban az itt tegnap polgármester úr is beszélt, és remélem, hogy az ő álma is, hogy egy olyan hely lesz Kőszeg, ahol megmutatjuk, nem beszélünk róla, hogy milyen jókat lehetne csinálni itt az informatika segítségével egy várossal, megmutatjuk mindenkinek, hogy ilyet lehet csinálni, és ez fog itt következni. Tehát igazából most ezt meg fogjuk mutatni, és még két dologhoz szeretnék kapcsolódni, hogy itt ki van írva a falra. Tehát az egyik dolog az, hogy mi azt szeretnénk, hogy mindenkinek a saját kérdéseire tudjunk válaszolni. Tehát a technológia az nem egy öncélú dolog, nem magamutogató lesz, hanem pont kapcsolódik ugye itt, és ott jön a másik dolog, ugye a Craft, hogy a város, ugye a gazdasági szféra, a tudomány, a művészet képviselői együtt segítenek arra, hogy ezekre a kérdésekre választ adjunk, mert az informatika önmagában az csak egy eszköz, és hogyha ezeket így össze tudjuk hozni, ugye ilyen hálózatban meg ilyen kraftosodunk, akkor egészen más dimenziókat tudunk csinálni, és akkor én ezt nem beszélnék róla, hanem itt a kollégáim, akik értenek hozzá, megmutatják. Igen, köszönöm szépen, Mátai Monika vagyok, ennek az intézetnek az egyik munkatársa, és az a megtisztelő feladat ért, vagy felkérés, hogy mutassak be egy olyan projektet, egy olyan munkát, amit ebben az intézetben végzünk munkatársaimmal, aminek azt a címet adtuk, hogy beszélő házak. A hátterében ennek az ötletnek Hankis Elemér áll. Amikor először ösztöndíjasként itt voltam, akkor volt alkalmam megismerkedni vele, illetve még szociológus hallgatóként annak idején az ő gondolataival, és ebből idézném a befejezetlen ember gondolatot. Nevezetesen azt, hogy az ember addig alkothat, amíg nem tekinti magát lezártnak, amíg ő úgy tekint magára, mint a saját alkotásának a része. És úgy gondoltuk, hogy, vagy úgy gondoltam, hogy a múltat tekintsük egy folyamatosan újraírható, újraalkotható, képlékeny dolognak. Történészként úgyis ez a feladatom. És amikor Kőszegen jártam sok évvel ezelőtt először, akkor ugyanúgy megérintett ez a város, mint hogy ez sokunkat megérint. És egy másik Hankisi gondolat, a sétáló kabát, sétáló téli kabát, amikor ugye azt mondja a Hankis Elemér, hogy ne csak a kabátokat lássuk, a szoknyákat, a nadrágokat az utcán, hanem a sorsokat, amiket viselnek azok az emberek, akik hordják a ruhákat. És én ezt átültettem a házakra, a kőszeg épületekre, és arra gondoltam, hogy érdemes volna megszólaltatni ezeket az épületeket, hiszen olyan sorsokat rejtenek, olyan történeteket, amelyeket meg kell ismerni. Ha csak sétálunk az utcán, akkor látjuk a fantasztikus homlokzatokat, majd mutatunk olyan képet, de a homlokzatok mögött ott vannak a tulajdonosok, az egykori lakók, és az ő történeteik, úgyhogy Feri, köszönöm szépen, hogy a pletyka jutott eszedbe rólunk, de ezek azt hiszem, hogy pletykák egy szinten, más szinten pedig sorsok, és a sorsokról fogunk beszélni, a sorsokat tárjuk fel. Még egy gondolat, szintén Hankis Elemér találta meg Ferenc Józsefnek ezt az aranyköpését, amit bizonyára ismernek, a koronázáskor sikerült egy nyelvbotlásba keverednie az éppen koronázandó uralkodónak, amikor ugye azt szerette volna mondani, hogy Magyarország nem volt, hanem lesz,
és sajnos azt mondta, hogy nem volt, hanem nincs. De ez tulajdonképpen egy jó mondat volt, mert az embert arra ösztökéli, hogy hevesen tiltakozzon. És minden módon kifejezze azt, amit az előbb Pongrácz Ferenc javasolt, hogy ne csak beszéljünk valamiről, hanem cselekedjünk. És azt hiszem, hogy az uralkodó nagyon jót tett ezzel velünk, hogy ezt mondta. Azért választottam ezt a képet, mert ifjúkoromban én is láttam még a berlini falat, és ezt a graffitit a falon, meg nem csak ezt, hanem virágos mezőt is, azt sajnos nem találtuk meg, amikor ugye egy lyukba kell nézni, egy lyukba szeretnénk nézni, ami nincs, de oda képzeljük a falra, hogy lássuk azt a valóságot, ami mögötte van. Persze, mögötte van egy szörnyű, puszta valóság Kelet-Berlin, de mögé képzelünk valamit. A történész folyamatosan egy ilyen lyuk, egy elképzelt lyuk mögött áll. Hankis gondolatai alapján szeretnék megidézni egy nagy, ma is élő történész, Robin Dantont, aki számomra példakép, kultúra történettel foglalkozik, és ő azt írja az egyik tanulmánykötetének a bevezetőjében, hogy úgy tekintsünk a múltra, mint egy antropológus tekint a megismerendő emberi csoportra, közösségre, hogy az ő kultúrájukat akkor tudjuk megismerni és befogadni, ha tökéletesen bele tudunk helyezkedni. És én úgy érzem, hogy egy kőszeggel ismerkedő történész számára, számomra és a kollégáim számára pontosan ez a kihívás és a feladat, hogy tökéletesen meg tudjuk ismerni, át tudjuk adni magunkat annak a világnak, ami már nincs itt köztünk, hiszen mi egy másik világhoz tartozunk, de mégis kapcsolódunk hozzá, hiszen fizikailag ugyanabban a térben vagyunk, azok az épületek vesznek körül, csak más a jelentésük. És ezen a jelentésen kell valahogy mégis behatolnunk, áthatolnunk, ahogy a falon át szeretnénk nézni, és remélhetőleg nem egy fikciót fogunk mögé látni, hanem megpróbáljuk megtapintani az egykor ott élő embereknek a mindennapjait és a történeteit. A kulturális örökség az, amit itt mi szeretnénk feltárni, tehát nem pusztán a társam történet. Összegyűjtöttük azokat a hívószavakat, amelyekre szükségünk van ehhez a munkához, én ezeket most nem fogom mind felolvasni, néhányat kiemelnék közülük, térbeli szerkezetben gondolkodunk, tehát a belvárost szeretnénk első körben feltárni, a kőszegi belvárost. A másik nagyon fontos dolog, amit kiemelnék, az a disziplinák közötti együttműködés. Itt ül közöttünk Mizsei Zoltán, aki ennek a munkának nagyon fontos részese. Hadd ne forduljak meg, de tudom, hogy a hátam mögött ülnek Bokányi Péter, Söpte Imre, aki hát nagyon nagy segítségünkre van, ő ösztöndíjasunk volt, Trádler Henrietta, aki szintén dolgozik ebben a munkában, Fűzfa Balázs, és más, Sümegi István, és másokat is említhetnék. Tehát tulajdonképpen a mi számunkra a kívás, hogy itt ne egy húron játszunk, hanem több húron próbáljuk megszólaltatni a múltnak a kulturális örökségét. Mindezt úgy, hogy folyamatosan helyezzük el, és remélem ezt majd itt sikerül megmutatnunk, kőszeget a világban, a térben, tehát a mikro és a makro szintek között próbálunk ugrálni. Mindehhez, hogy a tegnapi beszélgetéshez kanyarodjak egy mondat erejéig, meg kell találnunk, hogy kőszeg hogyan része a közép-európai világnak, mennyiben közép-európai az identitása ennek a városnak, azt hiszem, hogy nagyon, nagyon mélyen, de mindehhez a kihívás, hogy ezt 21. századi embereknek kell megmutatnunk. Egy mai fiatalember ezt, amit mi mindössze 4 épületről szedtünk össze, ez most egy doktori disszertációnak a vastagsága, hogyha jobban megnézik, ez kb. 250 oldal. 4 épület, illetve szobor az, aminek a dokumentuma, illetve a róla feltárt képek és szövegeket összegyűjtöttük és kiprinteltük. Attól tartok, hogy professzoron kívül sokan nem fogják ezt elolvasni, vagy talán csak néhány érdeklődő. Tehát kénytelenek vagyunk más formát is találni, más úron is játszani azt a zenét, amit egy igazi elmélyedő koponyának meg lehet mutatni könyvformában, de másoknak viszont másképpen kell. 3 szintet találtunk ehhez, 3 szinten szeretnénk megjeleníteni. Az egyik lesz egy úgynevezett elmélyülő szoba, ahol valóban, hogyha valaki idejön és itt kutatni akar, vagy akár csak egy nagyon érdeklődő turista, akkor megtalálja maga számára a szellemi élvezeteket. A másik szint egy rövidebb időt itt töltő, de érdeklődő ember számára készült tartalom. Illetve a harmadik, azt hiszem, hogy nagyon fontos a jövő generáció, a gyerekek. Saját példáról tudom, hogy a gyerekek nem szíved, nagyon kevés olyan gyerek van, aki szívesen olvas. A többségük más módon akar tartalmakat találni, és az ő számukra készítünk valami külön speciális dolgot. Még egy gondolat. Ott alul nem egy kőszegi képet lehet látni, hanem egy
a londoni nagy tűzvészről egy képet, és azt azért tettük oda, mert Romain Dantonnak egy tanulmánya az arról szól, hogy hát próbáljuk elképzelni, hogy a francia paraszt miben élt a 18. századig. Egy borzasztó világban, aminek folyamatos katasztrófa a forgatókönyv volt. Kőszegről is készítettem ilyet, most nem fogom ezt megmutatni. Összeírtuk azokat az éveket, amikor valami szörnyűség érte a várost. Ez a 18. században is így volt még, több tűzész pusztította el a belvárost, például a városházát is, de olyan szinten, hogy nem lehetett beköltözni éveken át. Tehát azt kell, aki egy picit megpróbálja ezt a múltat megérteni, azt kell elsősorban felfognunk, hogy a mostani sirálmaink, hogy kifogyott a Tesco-ból a WC-papír, vagy hogy bezár a Spár vasárnap, vagy hasonló problémák. Az akkori emberek számára a probléma az volt, hogy ha nem volt tűzvész, akkor pestis járvány volt, ha az nem volt, akkor jött egy hadsereg, ami vagy felgyújtotta, vagy lerombolta a várost, vagy volt egy éhínség, bár itt talán Kőszegen ez kevésbé volt jellemző. Szóval folyamatosan volt valami olyan szörnyűség, ami felszámolta a hétköznapi életnek a biztonságát, nem is lehetett ezt megteremteni. A koraikor erről szólt. Tehát amikor megpróbáljuk mi rekonstruálni ennek a városnak a múltját, akkor nagyon fontos ezt tudomásul vennünk, hogy a 19. századig, vagy a 18. század végig egy nyugodt alkotó munka, hogy más városokban sem, nem volt lehetséges. Imre. Interjúkat készítünk szakértőkkel. Úgy gondoltuk, hogy ez egy nagyon fontos része a mi munkánknak, hogy megszólaltassuk azokat a hiteles embereket, akik ennek a városnak a kultúráján és a történelmén dolgoznak. Okay. Kőszeg a térben. Itt azt néztük meg, hogy Kőszeg hol helyezkedik el. Természetesen ezt lehet továbbfejleszteni, ezt a térképet. Most néhány adatot szedtünk össze, hogy megmutassuk. Ráadásul találtunk egy olyan szájtot, ami megmutatja, hogy egy galamb, egy postagalamb mennyi idő alatt teszi meg a távolságot, és találtunk a Kőszeg és vidékében olyan cikket, ahol arról számolnak be, hogy elindul Kőszegről a postagalamb, és milyen sebességgel ér el Bécsbe, és leszállítja az adott levelet, amit oda küldtek. Itt pedig megmutatjuk a kőszegieket a térben, itt majd megkérem a kollégákat, hogy mutassák ezt meg, ez már egy fejlesztés, hogy mutassák meg ennek a megjelenítését, a virtuális megjelenítését. Azt néztük meg, hogy Kőszegen született, illetve itt alkotó, itt élő emberek, hát a nagyvilágban milyen helyszínekre jutottak el, nagyon különböző okokból. Azt kell itt látni, nyilván nincs most arra idő, hogy egyesével ismertessem ezeket a történeteket, nagyon különböző okokból jutottak el. Csernel István például, aki ornitológus volt és tudós, ő Norvégiában kutatásokat végzett. De van itt olyan, például Lynx Arthur, aki a várható holokauszt elől menekült el jó időben New Yorkban, az itteni rabbinak volt a fia, vagy Lórán Gyula, aki az Aranycsapat tagjaként jutott el külföldre, Gombosi Mátyás, aki a városnak az első országgyűlési képviselője volt, vagy éppen Szuha János, aki pedig misszionáriusként járt Dél-Amerikában, Vukán György pedig az Egyesült Államokban és Japánban koncerteket adott. Tehát szándékosan olyanokat, Sej Fülöpről nem is beszélve, aki pedig Bécssel tartott szoros gazdasági kapcsolatot, illetve az ott székelő unokaöcsével. Tehát olyan embereket próbáltunk összegyűjteni, akik nagyon szoros kapcsolódásuk volt Kőszeghez, például Hadik András, aki ugye itt született, és a berlini csíntevés során ugye néhány napra elfoglalta a várost, amivel sikerült nagy érdemeket szereznie Mária Teréziánál, viszont felbosszantani a porosz uralkodót. Megpróbáljuk megjeleníteni ezt, hogy a kőszegiek hogyan indultak el Kőszegről, és hova jutottak el. Hát nyilván aztán ezt a térképet lehet továbbfejleszteni. Itt hozzátartozik azért ehhez a mi történetünk közül, hogy a kutatás két éve zajlik, ami a város történetét illeti, viszont a mi közös együttműködésünk az Inotekkel csak néhány hete, tehát most kezdtünk el együtt dolgozni azon, hogy ezeket a technikai fejlesztéseket hogyan lehet megvalósítani. Igen, köszönöm, akkor menjünk egyel tovább. Hát az itt felbukkanó látogatókat is gyűjtöttük, természetesen még itt nagyon sok embert fel lehetne vonultatni, például Bethlen Gábor. Nem feltétlenül érkezett ide mindenki jó és békés szándékkal, akik fentebb szerepelnek, többnyire meghódították a várost, vannak persze vicces történetek, Zrínyi Miklósé,
aki nem kapott szállást, és elutasították, utóbb némi perpatvar keletkezett a város és ő közte, mert ezt ő igen nehezményezte. Ferenc József, ő békésebb szándékkal jött, egy hadgyakorlaton vett részt, és két másik uralkodóval együtt látogatott el Kőszegre, és talán külön érdemes felhívni a figyelmet, Zoli majd itt a zenei tartalmat fogja képviselni, Liszt Ferencre, illetve Kodályra, akik pedig koncerteztek a városban. Kutatjuk a világsajtót. A világsajtóban Kőszeg számtalanszor szerepel, egyelőre az angol nyelvű sajtót kezdtük el átvizsgálni. Ehhez tudni kell, hogy ma fantasztikus lehetőségek állnak a, mondjuk egy sajtótörténész rendelkezésére. Az amerikaiak 5000-nél is több angol nyelvű napi, heti és egyéb lapot digitalizáltak, és folyamatosan én minden kapok e-mailt arról, hogy mennyi új tartalom kerül rá a világhálóra. És hát ezek közül kiemeltünk most kettőt mutatóba. Az egyik, a korábbi, az 1893, ez a bizonyos császárlátogatás, amiről beszámolt a Times, illetve egy másik korszak, amikor Kőszeg viszonylag gyakran szerepel az amerikai sajtóban is, illetve az angol nyelvűben, ez pedig ugye 45, amikor itt a harcok zajlanak, és Kőszeget többször megemlítik, mint olyan várost, ami egyébként eléggé jól átvészelte a nehéz időket. Kőszeg a mentális térképen. Guinnessnek neveztük el elnézést ezért a pongyolasságért, de úgy gondolom, hogy Kőszeg méltán lehet büszke bizonyos teljesítményekre. Nem soroltunk föl szándékosan mindent, mert ez csak egy kis mutató. Hát talán az egyik legfontosabb, a múlt héten interjú készítés közben volt alkalmam kezembe venni a szülőjövésének könyvét, azt, amit most vezetnek. Az első példány, az eredeti példány az a múzeumban van, mint tudjuk. Ez egy Kőszeghez kötődő hagyomány, talán nem mindenki tudja. 1740 óta vezetik, április 24-én mindig berajzolják a szőlő akkori éppen rekonstruált vagy látható állapotát, és hát nagyon érdekes feltevések kapcsolódnak ehhez a hagyományhoz, hogy mi várható, és miért olyan a szőlő akkor éppen amilyen. Sehol másutt a világon, tudomásom szerint ilyen nincs, ez teljesen kőszegi unikalitás. Festeti Csimre nagyon fontos, az egyik legfontosabb tudományos eredménye a városnak, ugye a genetika egyik törvények felfedezése, és egyáltalán azok a kutatások, amiket ő végzett. Itt oltottak Magyarországon először himlő ellen, szegény Sigrai Jakapot sajnos nem, aki szintén itt élt a szomszédos palotában, ő elkapta a himlőt, de sokokat másokat viszont igen. Csernel Istvánt szeretném még kiemelni, a Városházát, ami funkciójában működik a 14. század óta, és Magyarországon ilyen értelemben negyedi, illetve Csernel István, aki pedig a síelést hozta be Magyarországra, ő az első síelő szakkönyvnek a szerzője, lábszánkózásnak nevezte, és találtunk egy a világhálón egy századfordulós síoktató, vagy síelés bemutató kis pár másodperces filmecskét, ott pedig Csernel István látható, aki egyébként síléc gyártó üzemet is létesített a városban. És szeretnénk megmutatni egy videót, amit Henny készített. Azt rekonstruáltuk, hogyha 1924-ben megérkezett ide egy turista, közel 100 évvel ezelőtt, akkor mit látott a városból, és egyáltalán hogyan jutott ide. Ehhez rendelkezésünkre áll egy Baedeker 1923-ból, aminek alapján elég jól rekonstruált, hogy mit volt érdemes megnézni. Megjelöltünk néhány pontot a térképen, és egy tulajdonképpen fiktív dátum, mondjuk nyár közepén, hogyha valaki idejött, akkor nyilván vasúton érkezett, onnan be kellett sétálnia, vagy kocsival bejött, elfoglalta a szállását jó esél a Strutz szállóban, ami ugye az egyik legrégebbi, vagy a legrégebbi Magyarországon, megnézte az étlapot, beköltözött, ugye látszanak a belső terek, aztán felderítette a várost, egy körsétára indult, megnézte a pestis oszlopot, sétálgatott a környékbeli utcákon, látta a Jézus szíve templomot, utána besétált, belülről is látta, ekkor már, mint tudjuk, állt a templom, körülnézett, és utána írt egy képeslapot, számos képeslap fennmaradt, a levéltárban is láthatóak ezek a képeslapok, ahol nagyon kedves üdvözleteket küldenek a kőszegi kirándulásokról, Kőszeg környéki kirándulásokról a turisták. Illetve hát nyilván elsétált a Csernel utcába, ahol most mi is éppen tartózkodunk, és körülnézett. Megebédelt, hogyha éppen megéhezett,
nyilván megéhezett. Ez volt az egyik lehetőség, ez a Jest Antalféle elit kávézó. Illetve benézhetett a csemegekereskedésbe, talán ott még fölcsípett egy-két inyenséget, és erről is találtunk. Egy picit korábbi, itt van némi picike csalás, mert kicsit korábbi a kép, majd a család kikocsizott, vagy kisétált a pályaudvarra és távozott. Na most ezt a fajta játékot, hogy egy kicsit felkeltsük az érdeklődést Kőszeg iránt akkor, amikor még valaki nincs itt, de szeretnék más korszakokkal is megismételni, meg lehet azt nézni, hogy Gyuri Zsics hogy érkezett vajon ide a középkorban, vagy pedig éppen a 20. század később, a 80-as években, vagy akár az 50-es években, amikor zárt város volt. Elkezdődött ez a közös gondolkodás, illetve közös munka, egyrészt tartalmi oldalról a várossal, illetve az IASZ-kal közösen, technológia oldalról pedig az IBM és az Innotech vesz benne részt, és ennek így az első morzsája, amiben konkrét kőszegi tartalom jelenik meg, illetve olyan technológiák, amik ma viszonylag újnak számítanak, és érdekessé teszik, élmény alapúvá teszik ezeknek a tartalmaknak az elérését, és ezek lehetnek azok a hidak, amik a turisztikai tartalmakat akár tovább viszik, hogy hozzáférhetünk olyan mélyebb tartalmakhoz, ami viszont a egyes érdeklődőknek nagy értéket jelent, és elég unikális lehet, ha ezt így egyben be tudjuk mutatni. És akkor az első dolog, ugye kint vagyunk a helyszínen, és egy mobil alkalmazással az egyes helyszínekről szeretnénk információkat kapni. Ugye ezek lehetnek kültéri, beltéri helyszínek. Most mi itt kültéren, ugye ott a képek, amik ott el vannak dugva azon a flipcharton, azok szimbolizálják magát a helyszínt, és itt az alkalmazás most egy vizuális felismerést tartalmaz, hogy felismertük a Csernelházat, és az ehhez kapcsolódó információk egyből ott vannak a felhasználó előtt. Itt most, amik belettek téve, ugye nagyon sok személyes történet, ami közel hozhatja azt az épületet, valami olyan pluszt ad, amit akkor nem látunk, ha csak simán elsétálunk az épület előtt. Aztán ugye zenei tartalom jelenik meg, ami az épülethez kötődő, a zenélőházak kapcsán. Tehát ha valaki egy hangulatot szeretne kapni, az ugye, hogy elsétál ezek előtt az épületek között, a kapcsolódó zenei, audio tartalmakat meghallgathatja. Nyilván ezek lehetnek teljesen hagyományos audio guide-ok is. Emellett célcsoportokra szegmentálható egyből a tartalom, tehát például megjelenhet gyerektartalom is, illetve egyéb speciális érdeklődésnek megfelelő tematikus tartalom, illetve ami ugye nagyon izgalmas, ez az egykor és most, hogy ott van a kezünkben az az eszköz, amivel áthidalhatjuk ezt a történelmi távolságot, és az adott helyen állva megnézhetjük, hogy hogyan is nézett ki az az épület valamikor régebben. Jó, emellett nyilván olyan térképi alapokon, tehát ha például a turistát vissza akarjuk röpíteni erre az előző útra, és azt szeretnénk megmutatni, milyen lett volna, ha a múlt század elején látogat ide Kőszegre, akkor például korabeli térképet is oda tudunk tenni, és azt azon keresztül tudja megnézni. Jó, és akkor most átlépünk a következő helyszínre. Itt most a kút maga a helyszín. Ott látszik ugye az eredeti kút, és a útra, hogyha viszont rámegyünk, az alkalmazás felismeri, egyből megszólal a zene, és akkor itt magáról a zenéről pedig a Mizsei Zoltán mondana pár szót, hogy mi is ez. Ugye ez itt egy hangzóváros 2.0, vagy számomra karácsony ajándék, hogy hogyan néz ki, ahogy én ezt elképzeltem. Tehát ugye itt jártam, keltem a városban, és különböző homlokzatoknak az arányait, geometriai formáit fordítottam le a zene nyelvére, ritmusra, szólamokra, dallamokra, és átküldtem azt a zenét, amit a város kútra komponáltam, és sikerült azt megoldani, hogy itt a különböző szólamok, tehát ez egy interaktív szolfézsóra is egyben, miközben valaki Kőszegen sétál, hogy megnézi, hogy az adott, például ott fönt azok a karikák, vonalak, azok, ha arra rákattint az ember, akkor megnézi, hogy az külön milyen szólamot ad ki, hogyan fejti meg az ember.
és akkor elmélyedett azon, hogy én vajon hogyan zenésítettem volna meg ezt, a Mizsely ezt így csinálta, én ezt jobban tudom, nyilván ez egy következő lépés, és amikor az ember összeadja, akkor megszólal valóban az egész. És mindez kinn a helyszínen a valós tereptárgy, vagy épület előtt. És ilyenek elkészültek, és készülnek is még több ház homlokzatára, illetve egyéb helyekre. És akkor még egy dolog, az pedig már átvezet a kiterjesztett valóságra, hogyha ugye van egy hagyományos prospektusunk, vagy könyvünk, akkor ahhoz is kiterjesztett valóságban további tartalmakat tudunk hozzátenni. Ez most itt csak felvillan, hogy mondjuk itt a Julisics várnál megjelenhet egyből a várnak a háromdimenziós makettje, ez most csak egy ilyen kis demo, de nyilván itt is olyan tartalmak hagyományos könyvekhez oda tehetjük ezeket a rétegeket, amik közel hozhatják a további információkat. És akkor innen, hogyha tovább lépünk a belső térbe, tehát belépünk ebbe az előbb elhangzott elmélyülő szobába, ami nyilván lehet egy kiállítási helyszín például, akkor ott céleszközökön, például érintőképernyős megfelelő terminálokon, digitális terepasztalokon további mélyülhet az érdeklődő ezekben a tartalmakban. Itt most, ami ki lett bontva, három térképi réteget láthatunk, ami a mai műhold kép, az utcakép maga, és egy 19. századi kataszteri térkép lett összehozva, és itt összehasonlíthatjuk például a mai műhold képet a 19. századi kataszteri térképpel, vagy a mai utcaképet összehasonlíthatjuk, és néhány nevezetes épületet vettünk föl, amiről nyilván korlátlan mennyiségű információ jeleníthető meg, akár a helyszín, mármint ezen a rögzített helyszínen, akár otthon megnézve, netre kitéve bizonyos részei, illetve olyan tartalmak, ha ide is oda kerülhetnek, hogy akkor is most, képi anyagok, videóanyagok, nyilván minden, ami ide tartozhat. Esetleg 3D modellezés is itt a várról magáról, korábban már készült egy 3D modellezés, azt is például tovább lehet vinni, illetve akár a teljes várost fel lehet dolgozni, és visszaléphetünk a múltba. Aki ezzel még tovább szeretne lépni, magukat a kapcsolódásokat is meg tudjuk vizsgálni, egy ilyen mindmap-szerű, egy mindmap alkalmazással, ahol viszont itt, hogyha belépünk, ugye, hogy különböző épületek közül, most itt a kollégám kiválasztotta a neves épületeket, és azon belül most itt vagyunk a Svetics-Szigrai háznál, és látszik, hogy ezek a kapcsolatok kibomlanak, és itt vannak most jelenleg képek lettek betéve, tehát az ehhez kapcsolódó képek, amiket én itt összeszedhetek magamnak és böngészhetek. Ugyanakkor egyből, ha ezt a teljes adatstruktúrát feltöltjük, akkor egyből ezen keresztül olyan kapcsolatok jelennek meg, hogy a különböző személyekhez, történetekhez is közvetlen lesz az átjárás, tehát egy ilyen kognitív térkép alakul ki gyakorlatilag ebben. Ez egy kis érdekesség, egy beöltözős alkalmazás, ahol mindjárt elindul maga az alkalmazás, ahol kapunk egy virtuális tükröt, ami egy képernyő, és ebben a tükörben viszont olyanok jelenhetnek meg, amik valójában nincsenek ott a virtuális térben. Itt látszik, hogy hogy tud ez megjelenni például maga ez a virtuális tükör, és akkor nézzük konkrétan, ahogy itt a kolléganő beöltözik. Tehát egyből látszik, hogy a kezében, amit tart ez a márker, ez egy korabeli ruha, itt konkrétan Széchi Mária ruhája, beöltözik, és már is elkészül a fotó, amit egyből szétküldhet, vagy a Facebookon megoszthatta, lehet, hogy ezt már meg is osztottuk.